legyen egy jó útunk mellik odavazásán Csíksomlyóról Máriához, és ott várjuk meg, hogy szálljon le Szent Lélek. Ezzel az imával indult a Báku megyei Somoskáról az egyhetes gyalogútra Benke Pável és a hozzá csatlakozó mintegy 30 zarándok. A moldvai Csángó férfi évek óta szervezi a Csíksomlyóra tartó pünkösdi zarándokutat. Moldovából kimenni elég nehéz ezekből a dombok közül, zárdőkből kimenni. Nem menünk utokon, úgyhogy egy kicsit úgymond úgy menünk, mint most pár száz esztendel mentek a csángók Csíksomlyói búcsúra. Sok volt, többen mentek akkor, most ugye egy hét az nem egy kicsi idő, az emberek éppen munkaidő van, úgyhogy nem vagyunk annyi sokan, de hál' Istennek vagyunk, ugye, hogy 30-on. Elég hosszú út nekünk a csángóknak, de oda menünk, ahol magyarok, ahol testvérekkel együtt, és oda kell menni, hogy megérezni, mit jelent az zárű a magyarságnak. Idén a moldvai csángókhoz az Erdélyi Mária út Egyesület által szervezett Mária út program néhány képviselője is csatlakozott. Ez az útvonal, ez időtlen idők óta létezik, és moldvaiak ezen az úton tényleg a középkor óta mennek Csíksomlyóra. Tehát az, hogy az utóbbi időben Pável egyedül is végigcsinálta, ez egy hős gesztus tulajdonképpen a részéről, mert amikor elfogytak a gyalogos zarándokok, és már mindenki busszal ment, mert munkahely, mert távolság, ezer oka van annak, hogy miért nem mentek már tömegesen gyalog. Szóval ez egy régi út, egy régi cselekedet, egy gesztus. A moldvaiak is mindig eljártak, Somlyóra most is eljönnek. És tulajdonképpen mi, mármint a Csángó Magyarok Szövetsége és a Mária út program, igazából csak ehhez a névhagyományhoz csatlakoztunk. A zarándokok indulás előtt imaszallagot kaptak, amelyre Szűz Máriához intézett kéréseiket, lelki gondjaikat írhatták fel. A Mária út minden részletének tisztázása után neki is vágtak a zarándokok, amint egy 100 kilométeres gyalogútnak, hogy pünköst szombatján Csíksomlyóra érkezhessenek. Egy pihenőhelyen Egerszék és Csíkszentgyörgy között találkoztunk az Együtt a Százon nevű zarándokcsoporttal, amelynek tagjai több településről verbúválódtak össze. Tavaly merült fel, hogy ismerjük meg csángó magyarokat, hisz testvérek vagyunk velük is, és a moldvai csángókra esett a választásunk. A közösségért, a családért zarándokolunk, hisz úgy lássuk, hogy ha az együttlét, a család megmarad, akkor a szeretet is ki tud teljesedni. Én most ez alkalommal Svájcból érkeztem, de én igazából, amióta gyerek vagyok, járok Csíksomlyóra. Én Csíkszeredába születtem, Csomortánba nevelkedtem, illetve 7 éves koromig ott nevelt a nagymamám, és a csíkcsomortáni keresztel, meg utána ugye Csíkszeredából is én mindig mentem a pünkösdi búcsúra, úgyhogy ismerem. Magyarországról, Bakonyákóról jöttem egy parányi faluból, hát a szűzanyahoz visz, ismételtem visszahív. 2018-ban véletlenül akadtam rá az interneten, hogy képítik az utolsó 100 kilométert is Csíksomlyóra, és onnantól kezdve járok. Vannak újak, vannak régiek, eltelik egy év, és olyan, mint egész évben együtt lettünk volna. A szűzanya összeköt minket és vár minket. A pünkös szombati búcsúhoz szorosan hozzátartozik tehát a zarándoklat búcsújárás. Sokan napokkal előbb elindulnak Csíksomlyó felé, gyalog, lóháton, szekérrel, busszal, vonaton. A búcsújárás alkalom az elmélyedésre, az imádságra, a bűnbánatra és a beszélgetésekre. A gyalogos zarándoklat, az utazás, az éjszakai virasztás erőpróbája a testnek és a léleknek. A zarándokok érkezéséig a csíksomlyói ferencesek a pünkösdi ünnepi szentmisét szervezték. Az 1400-as évektől jelen vannak a ferencesek Csíksomlyón, így ők számítanak a kegyhely őreinek, és a búcsújárás 1567-ben újabb fordulatot vett a kegyhelyen, a pünkösszombati fogadalmi
búcsú megfogadásával, amikor megígérték a helyiek és a környékbeliek, hogy elzarándokolnak minden év pünkös szombatján a kegyhelyre, hálát adni a hitükért való megmaradásért. A búcsú 1990-es éveket követően kinőtte magát, és nekünk, ferenceseknek, mint a kegyhely őreinek nem csak az a feladatunk, hogy magát a kegyhelyet és a kegytemplomot rendbe tartsuk, hanem a kegyhely őrének lenni azt is jelenti, hogy olyan liturgiát biztosítunk a zarándokok számára, amelybe ők belekapcsolódhatnak. A hűvös, boros, erős idő ellenére pünkös szombatján a világ különböző pontjairól is érkeztek a hívek, a búcsús keresztaljak, hogy a Szentlélek kitöltetésében ne részesüljenek. Honnan jött a búcsúra? Gyimes középlokról, a gyimeseknek a középső részéről. Hányadszor jött a búcsúra? Hát most már azt hiszem, hogy a két kezem én nem tudom megszámolni, hál' Istennek. És mit érez, amikor itt van egy ekkora tömeg? Hát megkönnyebbülést. Lélekbe feltöltetve, hogy haza tudunk térni gyümesekbe, családunkhoz. Szűzanyával való találkozás önmagában véve kegyelem. És különös célja nem volt az utazásomnak, azt gondolom. A találkozás. Az a lehetőség, hogy elhozhatom azokat is, akik nincsenek itt velünk, akik otthon maradtak. Ebben a mostban itt van feladatunk. És hogyha van arra lehetőségünk, hogy találkozzunk, akkor örüljünk ennek a pillanatnak. Ezt szerintem meg kell tapasztalni, meg kell érezni, hogy ezeknek a helyeknek milyen a kisugárzása, amikor egy sok-sok éven át, sok ezer ember, sok százezer ember által végig imádkozott helyek, falak mentén megállunk. Erőt tud adni a továbbiakban, megerősítést tud adni, hogy az ember jó úton jár, jó fele halad. Persze közösséghez való tartozást is tudja ez erősíteni, amikor az ember látja, hogy hát nem egyedül jött ki ide a hegyre, a gyerekeivel, meg a szorosabb, tehát a szűkebb családon túlmenően is sok százezer ismeretlen van itt, igen. A gyulafehérvári római katolikus főegyház megyében meghirdetett pasztorális évhez csatlakozott a csíksomjói kegyhely is. Az év témája az imádsággal megújuló közösség, így a pünkösdi búcsú mottója is a megújulásra szólította a híveket. Idén a becslések szerint több mint 300 ezeren vettek részt a Kis- és Nagysomjó hegyek közötti nyerekben, a hármas oltárnál bemutatott szombati liturgián. A pünkösdi szentmisén Felföldi László pécsi megyés püspök prédikációjában a megújulás fontosságát hangsúlyozta a családban, az egyházi, világi közösségekben, valamint a pünkösdi zarándoklat jelentőségéről beszélt. A feladat, a küldetés, a misszió, a megújulás annyit ér ez a zarándoklat, amennyivel holnaptól jobb, több lesz az életünk azáltal, amit magunkkal viszünk innen,
és megvalósítunk. Az életünket formáló, megújító üzenet nem kívülről jön. A szívünkben születik meg, és így lesz belőle elhatározás, majd megvalósítás. De szükség van hozzá az élő kapcsolatra Istennel és egymással. Az élő és éltető imádság elengedhetetlen alapja, megtartó ereje és forrása a ránk váró megújulásnak. Azért jöttünk ide, hogy megerősödjünk hitünkben és szeretetünkben. A 2024-es csíksomlyói fogadalmi búcsú áldoztatással, áldással, közös imával és énekléssel zárult.